Ami óriási élmény volt ennél az anyukánál, az az, hogy mondta, hogy egyszer beverte a fejét, ő ezt egész jól tolerálta, tett rá ilyen papírzsebkendőt, mert vérzett, és a baba viszont rettenetesen sírt. Hogy ezt hogyan találja ki? Arról persze van elképzelésünk, mert ugye tehát nyilván úgy hallgatott el, akkor hallgatott el, tehát a babáknak van ritmus érzékük a hangokra, ilyesmikre. De ez talán most nem is fontos, hanem az, hogy azt mondta ez az anyuka, hogy a baba megérzi, hogyha ő nincs jól. Mi több. Ezt aztán átfordította oda, hogy azt is megérzi, hogyha ő jól van. Hát, milyen érdekes, ugye, hogy van egy ilyen feedback a gyerek meg az anya között, egy ilyen kölcsönös oda-vissza csatolás, hogyha a gyerek jól van, akkor az anyuka is jól érzi magát, örömüket lelik egymásban, és akkor jól vannak. Ehhez a nagyon egyszerű felismeréshez, hogy a gyereknek jó az, hogyha én jól vagyok, meglepően kevés anyuka jut el. Miért? Azért, mert a környezet nyomása ugye annyira rányomja azt, hogy első a baba. És ez pedig oda vezet, hogy teljesen fölborul a családi rendszer, tehát hogy ha viszont első a baba, ugye, akkor a nagymama se számít, meg az apa se számít, meg az se számít, hogy anya és apa együtt jól vannak-e, mint szülők, nem is szólva arról, hogy együtt hogyan vannak, mint pár. Pedig az is kell ahhoz, hogy jól legyenek, és nem csak apának kell ahhoz, hogy jól legyenek, hanem mind a kettőjüknek kell ahhoz, hogy jól legyenek a szilárd párkapcsolat. Tehát ez egy végtelen egyszerű belátás, és nagyon figyelj arra, hogy valóban a baba jóléte érdekében jól van-e az egész család. Mert ha azzal az ürüggyel, hogy az a babának úgy kell, valaki nincs jól, akkor az a babának tuti, hogy nem jó. Egyrészt azért, mert úgy van megalkotva a természet, hogy a baba arról jelez vissza, ami jó, és azzal nekünk örömet okoz. Másrészt azért, mert ha nem vagyok jól, akkor eleve nem lehet jól a babá. Ennyi.